Kedves nézőink, üdvözöljük Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Nézzük, hogy milyen témákkal foglalkozunk ebben az adásban. Alakuló ülés. Október közepén megalakult Nyíregyháza megyei jogú város közgyűlése. Okleveles technikus képzés. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében elsőként a rendészet és közszolgálat ágazatban. Edukációs szakmai nap. 800 diák vett részt a régióból a Start Akadémia pályapanoráma programján. Megalakult az új nyíregyházi közgyűlés, amelyen régi és új tagok egyaránt részt vettek. A június 9-i önkormányzati választás alapján foglalták el helyeiket a képviselők. A témával kapcsolatban pedig köszöntöm a stúdióban dr. Kovács Ferencet, nyíregyháza polgármesterét. Jó napot kívánok, polgármester úr! Köszönjük, hogy itt van nálunk. És hát ebben a ciklusban is azért bőven van többsége a Fidesz-KDNP-nek. 21 képviselői helyből 14. Hogyan értékeli ezt az eredményt? Hát ez egy nagyon szép eredmény, azt gondolom, tekintettel, hogy már negyedszer választották nyíregyháziak ugyanazt a városvezetést, már meg is unhatták, de mégis látnak benne fantáziát talán. És komolyra fordítva a szót, ez egy nagy bizalom, és aminek mi most is akarunk megfelelni. Én mindig azt mondtam, hogy mindig egy ciklusra kell koncentrálni, úgy tekintem, mint egy ügyvédi megbízást, én régen ügyvéd voltam, megbíztak a nyíregyháziak 5 évre ezzel a nem könnyű feladattal, de az arányok is jók, ugye ha 4 ciklust tekintem, az első 2 ciklusban 15 hét volt az arány, aztán a harmadikban 13-9, majd az időközi választáson az utolsó 2 évre 18, most pedig 14-8 az arány, tehát ez egy határozott, biztos többséget jelent, de ugyanakkor kellő ellenzéki létszámot is. Remélem, ennek is meg lesz majd a haszna. Mire gondol? Arra, hogy konstruktív és értelmes kritikákat kapunk, és vitákat, és javaslatokat, amire én azt gondolom, hogy mindig mindenhol szükség van, de itt a hangsúly ezen a két jelzőn van, hogy értelmes és konstruktív. Hogyan értékeli azt, hogy azért két párt is megjelent, egyrészt a Mi Hazánk mozgalom, a másik pedig a Kétfarkú Kutyapárt. A Kétfarkú Kutyapárt mennyire tudja őket, lehet őket komolyan venni? Különösen a Kétfarkú Kutyapárt volt meglepetés, azt gondolom, Nyíregyházán, de hát most teljesen átalakulóba volt a politikai élet. Ugye a 8 ellenzéki képviselőből 6 a régi szövetség, tehát ugye két frakció van most a közgyűlésben, a városvezető frakció, Fidesz-KDNP, és az ellenzéki a régi pártokból, ha szabad így mondanom. És van két új ellenzéki tag, ugye sem a Mi Hazánk, sem a Kutyapárt nem tudott eddig képviselőt küldeni, most ez megtörtént. Én azt remélem, hogy ennek is lesz pozitív haszna. Milyen gondolatmenet mentén alakították át azért a képviselőtestületet, illetve az önkormányzatot? 2 alpolgármester helyett 3, és egy bizottság is megszűnt. Igen, tehát én mindig arra törekedtem eddig is, hogy a feladatokhoz szabjuk a struktúrát, a szervezetet és a személyi kérdéseket is. Ugye most itt a bizottságok 6 helyett 5 van, ez a gazdasági és tulajdonosan a jogi bizottság összeolvadt, de ez logikus is volt, mert 3/4 részben ugyanazokat a napirendi pontokat tárgyalta a jogi bizottság. Ugye itt gyakorlatilag vagy a gazdasági bizottság után került sor ezekre a bizottsági tárgyalásokra, vagy jogszabálymódosítások miatt. Tehát valójában ebből adódóan ez egy logikus változtatás. A másik a bizottsági tagok csökkentése. Én ettől azt remélem, hogy hatékonyabb lesz, és jobban odafigyelnek, elolvassák az anyagokat, és a bizottságokban kell lefolytatni valójában azokat a vitákat, ahol minden osztály képviselő, minden előterjesztő ott van. Az egy időigényesebb dolog is.
és a közgyűlésre már egy kiélelt alternatívákat adott. Természetesen lehetnek külön vélemények, legyenek is, hogyha ez így van, de ne ott legyen operatív kérdésekben egy-egy elemet kiragadva vita. Illetve az alakuló közgyűlésen azt kértem, különösen az ellenzéki képviselőktől, hogy nem csak kértem, hanem mondtam is, hogy nem fogom engedni, mint a közgyűlést vezető elnök, hogy pártpolitikai szólamok, sajtóközlemények, vagy egyéni politikai, pártpolitikai karrierek építkezése legyen a közgyűlés, mert ennek a közgyűlésnek a feladata a város ügyeinek az intézése, és hát ez bizony eddig is sok volt, most is sok lesz, tehát én egy elég intenzív és nem könnyű öt évre számítok. Három helyett két alpolgármester. Igen. Itt ugye ez az elmúlt, megint ha a negyedik ciklus 2010-től nézem, tehát általában két alpolgármester volt, a múlt ciklus közepén lett három, ennek pedig a gazdaságfejlesztési programunk, az ipari fejlesztés volt az oka, már annyi feladatot adott, hogy indokolt volt. Komoly változások történtek az elmúlt években az intézményrendszert tekintve. Ugye én nem, általában nem örülök ennek és nem is támogatom, de ugye állami fenntartás szélesedett. Most ugye legutóbb a védőnői hálózat és a háziorvosi praxis hálózat került konkrétan a kórházhoz, de egy állami szervezetrendszerhez lényegesen csökkent az önkormányzati feladatkör. Ugyanakkor van olyan terület, ahol pedig nőtt és nőni fog, tehát ez nem azt jelenti, hogy akár ebben a ciklusban nem lesz még egy alpolgármester. De azt mindig szabjuk a feladatkörökhez, a tennivalókhoz, azt gondolom. A feladatkörök csökkenése költségcsökkenést is jelent? Természetesen, ez jelentős költségmegtakarítás, de azt akkor is elmondtam, hogy hát 10 éve nem volt a képviselői tiszteleti emelés, és ez most nagyon indokolt, de egyben szeretném azzal együtt, hogy polgármesteri tiszteleti emelés sem volt, és most a parlament előtt van egy javaslat. Azt mondtam, hogy várjuk meg mindenképp, és én azt gondolom, hogy remélem a november végi közgyűlésen napirendre tudjuk tűzni, mert ezekhez a feladatokhoz, munkához megfelelő díjazást kell adni a képviselőknek is, a bizottsági elnököknek, tagoknak, de amiket én tudok eddig, a polgármesteri díjazást is automatikussá akarják tenni, itt a nemzetgazdaság átlagbérhez igazítva. Azt mondtam, hogy akkor várjuk meg ezt a néhány hetet, mert egy jobban örülnék annak, hogyha lenne egy automatizmus, és nem kellene visszatérni erre a közgyűlésnek, rendezzük le egyszerre. De ugye ez az inflációt és bármilyen változtatást tudnak követni, úgyhogy most arra várunk, hogy a parlamenti döntés megszülessen. Az alakulülésen azt is mondta, hogy stabil Nyíregyháza gazdasága, nincs tartozás. Mire jó ez? Tehát milyen mozgástere van Nyíregyházának e tekintetben? Hát ez a fundamentum, az alapja mindennek. Ezt én meggyőződéssel mondhatom, és kellő tapasztalattal, mert 2010 és 2013 között finoman szóval nevez jellemezte az önkormányzat gazdálkodását. Óriási hiteladósság volt, lehetetlen szerkezetben, nagyon drága hitelekkel, devizakötvény, volt minden. Meg, amit eleinte még én sem láttam, csak egy néhány hónap múlva, a szállítói tartozás is. Nagyon ki is raktuk ide az OTP-re, a Kossuth térre. 4,7 milliárd kifizetetlen számla, és emögött nagyon-nagyon sok nyíregyházi kis középvállalkozás volt, akik az áfát befizették fél évvel, egy évvel, vagy még régóbb óta, mert azt ugye be kellett fizetni, és nem kapták meg a számlájuk ellenértékét. Ezzel kezdtünk, na de ugye 2013
2016-ban ezt sikerült rendeznünk, és azóta nem volt költségvetési hiány, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és tavaly pedig az utolsó még meglévő hiteltörlesztési hitelrészletet is kifizettük, tehát most az önkormányzat pénzügyileg nagyon jó kondícióban van. Ez azt jelenti, hogy jobban, könnyebben lehet fejleszteni? Nem csak fejleszteni, az egész működtetés. Tehát ugye annak idején 11-12-ben az egy vészhelyzet volt, hogyha valamelyik iskolába tönkrement a szennyvízcsatorna, és nem volt WC-t. Honnan? Tehát néhány millió forintot is. Hát azért most már nem így van. Tehát egy kellő tartalékkal, és ez is a biztonság egyik eleme, tudjuk tervezni a költségvetést, és hát az sem mindegy, hogy akkor 31 milliárd volt a mérlegfő összeg, most 160 milliárd körül lesz az évi. Apropó költségvetés, akkor hogy áll a tervezés, mikor fogja tudni elfogadni a képviselőtestület? És milyen prioritások mentén? Igen, amikor lehetett, akkor mindig januári közgyűlésen elfogadtuk, na akkor lehetett, amikor a parlament, ugye nyári ülésszak végén, június végén, július elején elfogadta az ország költségvetését. Most nem ez a helyzet, tehát most februárban lesz a költségvetés tárgyaló közgyűlésünk, és most még nem látni a feltételeket, de a prioritásokat igen. Ugye ezt a stabil pénzügyi gazdasági helyzetet mindenképp szeretnénk megtartani, ez ha megborulna, abból nagyon sok probléma lehetne. A gazdaságfejlesztési programunk, az ipari parkfejlesztés az a másik, ugye ott már félúton vagyunk, ez is óriási dolog, de még az út másik fele előttünk áll. Ugye a 127 hektáros ipari parkhoz vettünk 817 hektárt, tehát most már egy 950 hektár körüli ipari park ez, de ez önmagában még csak egy mennyiségi szám. Talán ennél is fontosabb az, hogy 640 hektár a legmodernebb közművesítés, infra kiépítés van folyamatban. Ez az első ütem is egy több mint 30 milliárd forintos összeg, és ez befejeződik májusra. És a második, harmadik ütem kiviteli tervei pedig november végére elkészülnek, és a telet itt is arra szeretnék felhasználni, hogy a közbeszerzési eljárást meg tudjuk indítani, és mire májusban befejeződik az első ütem, már indulhasson aláírt szerződésekkel, pénzügyi fedezet biztosításával a második. Ez azért fontos, mert most már 5 nagy cég beruházása folyik. Ugye a svéd Quantum, aki az Electrolux vette meg, az nem egy zöldmezős beruházás, ott már próbaüzem indul. A Boysen, a német cég, a BMW beszállító az következő év nyaráig szeretné megindítani a termelést. A dél-koreai Dabuscopan az autópálya túloldalán van, jövő év végéig szeretne teljes készültséget. És hát ugye ott van még az osztrák cég, az MC, ott még a tervezés folyik, és a kínai Sanboda, ott a földmunkákkal végeztek most. Tehát a város következő évtizedeit ez fogja meghatározni. És még mindig lesz hely. És lesz hely valóban, de hogy miért fontos ez? Hát a legfontosabb szempont az, hogy a munkahelyek legyenek, a megélhetés mindig az a legfontosabb. Ezen belül, amit én 5 évvel ezelőtt is kihangsúlyoztam, a fiatalok visszahívása, visszajövetele, az elvándorlás, ami Nyíregyházát, amikor én egyetemist voltam, akkor is úgy tudta, pedig annak már több évtizede. Ennek a legalábbis az érzékelhető lassítása, ez nagyon fontos lenne a város jövője szempontjából, és hát ez persze jövedelmekkel, átlagkeresetekkel jár. Hát most is úgy állunk, hogy a négy Észak-Kelet-Merszkei megyébe, mi vármegyénkben a legalacsonyabb az átlagkereset, több Jász-Nagykun-Szolnokban, Borsodban, Hajdúban meg majdnem 100 000 forinttal több. Ennek van egy olyan veszélye is, hogy elviszik a fiatal
jól képzett szakembereket, mert akkor a fizetés különbség. Ez viszont nagyon nagy baj lenne. Pont most, amikor ilyen gazdaságfejlesztési program van folyamatban, ami Nyíregyházán sose volt, és ilyen lehetőségekkel jár ez, ugyanis arra is törekszünk, nem csak arra, hogy a munkaerőbiztosítás fiatalok visszajöjjenek, hanem a már itt lévő gazdaság, a kisközépvállalkozások is lehetőségekhez jussanak, ki tudják használni ezt a kedvező változást, hogy beszállítók, szolgáltatók legyenek a most beruházó nagy cégeknél. Sajnos már alig van időnk, de még van egy dolog, amiről jó lenne beszélni, top plusz források. Itt azért 50 milliárd forint az, ami felett rendelkezhet Nyíregyháza, illetve a fejlesztésekre. Mit lehet erről tudni? Hát ez egy kétarcú dolog, mert egyrészt már megszületett a kormány döntés, két vagy három évvel ezelőtt a megyegyű városok kaptak egy dedikált forrást. Nyíregyháza a legnagyobb összeget, 52,8 milliárdot. Csak hogy érzékeltessem, 30 fölött úgy tudom, csak két megyegyű város van még. Tehát ez egy nagyon nagy dolog. A másik fele pedig arról most még nem kaptunk semmit, de a jó hír az, hogy az első csomag, egy 6 milliárdos csomag összeállt, ezt már összeállítottuk, ebben a bölcsődék, az óvodák, az iskolák további modernizálása folyik, energetikai egyéb szempontból, és hát itt már a támogatási szerződés aláírás előtt vagyunk. Itt is azt remélem, hogy a tervezési, közbeszerzési eljárásokat a tél végéig le tudjuk folytatni, és akkor ráfordulhatnánk a kivitelezési tenderek kiírására, hogy minél jobban menjen ez a fontos program, és hozzuk be az eddigi lemaradást időben, a csúszásokat. A másik csomag is összeállítása is zajlik, ez egy 10 milliárdos további közlekedési infra útépítés javítás, a harmadik pedig a szociális programunk, ez kilövi, meghatározza a prioritásokat is nyilván. Tehát ez a három csomag egy olyan közel a fele lesz az 52,8 milliárdnak, amit már szeretnénk jövő év elején elindítani, és hát én azt gondolom, hogy ha ezt meg tudjuk oldani, tehát olyanok lesznek a körülmények, akkor az az elmúlt 10-12 éves fejlesztési folyamat tovább megy majd, ami egyébként most is tovább megy, csak most az önkormányzat saját beruházásából, mert ha a közlekedési infrastruktúrát tekintem, most még épül 40 parkolója az Örökösföldön, kész van a Moszkva utca, Árok utca, készült az Ér utca, tehát sok minden történt nyáron, a Sóstói, a Berenát, a fürdő, az ószőlő, tehát azért ezek sok százmilliós beruházások. És akkor a következő 5 éves ciklusban is lesz munka bőven. Az biztos. Köszönjük, polgármester. Köszönöm a meghívást. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében elsőként valósul meg okleveles technikus képzés a rendészet és közszolgálat ágazatban. Erről együttműködési megállapodást írtak alá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az MSC Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium képviselői. Ez az oktatási forma előnyt biztosít a középiskola utáni szakirányú továbbtanulásban. Hamarosan pedig az ehhez szükséges infrastruktúrát is fejlesztik. 3,5 milliárd forintból új tantermek és kollégium is épül majd Nagykálóban, valamint elvégzik az egyéb szükséges felújításokat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi kara, és ez az intézmény együttműködési megállapodás köt annak érdekében, hogy a hallgatóink utánpótlása biztosítva legyen, hiszen ebben az intézményben nagyon nagyfokú szakmai felkészítés folyik, és ezek a hallgatók, akik itt végeznek, ezek a tanulók, ezek egyenesen tudnak pályázni a rendészettudományi karnak a képzéseire. A jelenlegi pontszámítási rendszer biztosítja azt, hogy ők viszonylag magas pontszámmal be tudnak kerülni a képzéseinkre. Tehát tulajdonképpen ez a szakmai együttműködést alapozza meg. Gyakorlatilag az egyetem nagy segítséget tud nyújtani az intézménynek, hiszen oktatókat tudunk ide küldeni, tanárokat tudunk lektorálni,
el tudunk jönni a vizsgákra, és egy élő kapcsolatot tudunk kiépíteni a intézmény és az egyetem között. A felsőoktatási intézmény hallgatóinak nagy része most is a keleti ország részből származik. Úgy gondolom, hogy a Máté Szalka és Szakképzési Centrum és a Budai Technikum és Szakgimnázium, mint intézmény fejlődési potenciáljának két fontos eleme van. Az egyik a proaktivitás, a második pedig az innovációval való készség. A proaktivitást azt értem, hogy az intézmény előre halad, előre gondolkodik, figyeli a trendeket, figyeli a duális képzésben, a szakképzésben megnyilvánuló lehetőségeket. Az innováció pedig azt értem alatta, hogy egy olyan oktatói testület, egy olyan intézményvezetés, egy olyan centrumvezetés szükséges ehhez, amely teret enged az innováció megvalósulásának. Ez az, ami a mai nap folyamán elindul. Ez nem az első lépcsője ennek a folyamatnak, hanem már sokadik lépcsője, és a mai okleveles technikus képzés megállapodással szélesebbre nyitjuk a kapcsolatot. A rendészet, és ami egyedülálló Magyarországon a szakképzéscentrumok életében, a közigazgatás területén is fogunk együttműködni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. A intézményünk, a Budai Nagyantal Technikum és Szakképzésium ennek teljes mértékben megfelel ezeknek a követelményeknek. A legfontosabb, ha az egyetem szempontjából nézzük, ugye a okleves technikus képzéssel plusz kreditpontok megszerzésével az egyetemre felvett hallgatók már rendelkeznek kreditponttal. Ez az egyik. A másik, itt a Budaiban az oktatás kiszélesedik, a gyerekek megismerkednek egy másfajta módszertannal, másfajta tartalommal, másfajta innovációval, amit akkor is tudnak hasznosítani, ha nem a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatják tanulmányaikat. A tapasztalatok szerint azonban kicsi a lemorzsolódás és a pályaelhagyás. Egyre több fiatal, és legyen az fiú, vagy legyen az lány, egyre több fiatal választja ezt a szakmát, hál' Istennek megelégedésükre, hiszen ebben a szakmában, ebben az ágazatban nem csak az adott intézmény presztízse forog kockán, hanem a bennünket körülvevő rendvédelmi szervek tevékenysége is fontos szerepet játszik. Ezt mutatja, hogy nem csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, hanem a különböző városi rendőrkapitányságok alkalmazottjai, tisztjei is jelen vannak, hiszen bizonyítjuk ezt azzal, hogy a kapcsolatunk az igen szertágazó és sikeres. Itt a Budaiban összesítve a legkisebb a lemorzsolódás. Ha az ágazatokat veszem figyelem, akkor azt tudom mondani, hogy a rendészet és közszolgálat ágazatban ugyancsak azt tudom mondani, hogy mindent egybevéve a legkisebb a lemorzsolódás. Azok a fiatalok, akik itt elkezdik tanulmányaikat, nagyon nagy százalékban, több mint 90-95%-os arányban be is fejezik, sikeres érettségvizsgát tesznek, és sikeres szakmai vizsgában lépnek ki, vagy a munkaerőpiacra, vagy valamelyik egyetemen folytatják tovább tanulmányaikat. Nagyon szeretik a fiatalok a rendészeti szakmákat. Ugye ez nem is szakma, ez egy hivatás, és mi erre neveljük a hallgatóinkat. Tehát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán mi úgy tekintünk a hallgatókra, hogy ők a jövő kollégái, a jövő kollégáink, 4 év múlva ők hadnagyok lesznek, és különböző beosztásba jönnek. Nagyon jó kondíciókkal tudnak nálunk tanulni. Minden hónapban körülbelül 300 000 forint körüli illetményt kapnak. Emellett az első évben ingyenes kollégiumi elhelyezés történik a részükre, ingyenes az étkezésük, ingyenes a ruházati ellátásuk, és természetesen a különböző rendvédelmi szervekhez kerülve ők hivatásos állományba kerülnek, és a hadnagyi beosztásnak megfelelő beosztásokat látják el. Az együttműködés egyedülálló lesz a vármegyében, máshol nincs okleveles technikus képzés a rendészet és közszolgálat ágazatban. Ez akkor lehet sikeres és hosszú távú, ha a képzéshez megfelelő infrastruktúra is társul. A budai diákok egy bónuszt kaptak a mai napon, amely a Budai és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem együttműködéséből jön létre, hiszen 30 kreditponttal juthatnak be a budai diákok az egyetemre, és ilyen formán nem csak ezt a kedvezményt kapják meg, mint ahogy dékánótól hallottuk, hanem a képzésben, a képzések szervezésében is együttműködik a két intézmény.
Én gondolom, hogy ennek a hátterében az is állhat, hogy az egyetem és bármelyik rendvédelmi szerv is, ha végignézi, hogy kik szolgálnak a stábukba, a csapatukba, akkor egyértelmű, hogy a szabolcsi emberek kötelességtudók, munkaszeretők és haza szerető emberek, bárhol az országban hallaktanyákat nézzük, ha a rendvédelmi szerveket, a szabolcsiak letették a voksukat, és ezért véleményem szerint az egyetem is bízik a szabolcsi diákokban, és ilyen formán egy kicsit megkönnyíti az előmenetelüket is. Mi ennek nagyon örülünk, és ha ezt ehhez hozzáteszük, hogy a budaiban hamarosan egy Európai Uniós és kormány támogatásból megvalósuló 3,5 milliárd forintos iskolafejlesztés indul meg, akkor pedig úgy gondolom, hogy olyan lehetőséget kapnak az ide betérő diákok, amely párját ritkítja nem csak a megyében, hanem ebben az ország részben. A 3,5 milliárd forintból új tantermek és kollégium is épül majd, valamint elvégzik az egyéb szükséges felújításokat. Közel 800 diák vett részt Nyíregyházán, a Zrínyi Ilona gimnáziumban egy úgynevezett mini edukációs szakmai napon. A Külgazdasági és Külügyminisztérium által alapított Magyar Diplomáciai Akadémia jóvoltából a rendezvényen 32 hazai és nemzetközi nagyvállalat képviseltette magát, bemutatva az általuk kínált lehetőségeket a felnövekvő generáció számára. Diákokkal teltek meg a Zrínyi Ilona gimnázium osztálytermei. Ez önmagában nem meglepő, viszont az órákat most nem a megszokott pedagógusok tartották, hanem hazai és külhoni nagyvállalatok képviselői, akik bevezették a fiatalokat tevékenységük szervezeti felépítésébe, az általuk kínált lehetőségek tárházába, a munkaerőpiacon. Iskola szinten ezt úgy kell elképzelni, hogy a már meglévő struktúránkra építve még 7 másik iskolával tartottuk a kapcsolatot, és hívtuk meg őket ide Nyíregyházára. Magát a szervezést azt a Külgazdasági és Külügyminisztérium háttérszervezete, a Magyar Diplomáciai Akadémia szervezte, azzal a célra, hogy megszólítsa azokat a diákokat, akik a régióban, Szabolcs-Szatmár-Berekben, Borsodban vagy Hajdú-Biharban az úgynevezett top 100-as gimnáziumokba járnak, és számukra már most olyan lehetőségeket kínálni az országos és régiós cégek megismerésével, ami alapvetően a továbbtanulásukat befolyásolhatja. Az első mini edukációs szakmai nap a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kereskedelmi és iparkamarában folytatódott. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere elmondta, a pályapanoráma program céljai szorosan egybevágnak a városvezetés elképzeléseivel. Nagyon sokat jelent, és nagyon kapcsolódik ahhoz, amit mi 2018-ban elindítottunk, mert hogy ennek a programnak is az a célja, hogy a legjobb gimnáziumok hallgatói Magyarországon tervezzék a jövőjüket. Ugye Nyíregyháza 2018-ban indította a Nyíregyháza Hazavá programot, amivel támogatjuk a pályakezdők lakhatását, és hát erről szól tulajdonképpen az ipari park fejlesztési projektünk is, hogy legyenek munkahelyek, mert a munka és a lakhatás a két legfontosabb egy pályakezdőnek, és hát különösen természetesen a mindenkire gondolunk, akit szeretne munkát találni, de a fiatalokra meg különösen, akik a jövőt jelentik. Tehát ez nagyon illeszkedik a városvezetési programhoz is, és nagyon örülök, és azt gondolom ennek az elismerése is lehet egy kicsit, hogy egy ilyen nagyívű programot a külügyminisztérium idehozott Nyíregyházára. Magyar Levente miniszterhelyettes köszöntötte a diákokat a gimnáziumban, majd később a találkozó sajtótájékoztatóján beszélt a program hosszú távú céljairól. Minisztérium háttérintézményeként működik a Magyar Diplomáciai Akadémia, aminek az a fő feladata, hogy képezze a jövő fiatal diplomatáit. Magyarországon korábban rendszerváltás óta legalábbis, és igazából a szocializmusban sem
volt ilyen dedikált intézménye a diplomácia, a diplomata képzésnek. Különböző egyetemek végeztek, illetve végeznek ma is ilyen irányú képzést, de egy egységes szemléletet adó a külügyi intézmény rendszerébe integrált szervezet nem volt, ami összefogta volna az ezen képzésekből érkező diákokat. Annyiban ezen túl megy az akadémia tevékenysége, hogy nem csak külügyes képzettségű egyetemistákat, illetve végzett egyetemistákat vesz fel, hanem bárki jelentkezhet, akinek van elhivatottsága, affinitása a külügyek iránt. Viszont a felvételi az nem könnyű, ott megszűrjük a társaságot, és csak a legkiválóbbak kerülhetnek be a képzésbe, akiknek viszont utána egyenes utuk van a külügyminisztériumba és a diplomáciába, ezt garantáljuk nekik. Ennek a programnak, tehát a magyar diplomata képzésnek van egy olyan háttérprogramja, amit úgy nevezünk, hogy Start Akadémia. Ennek a lényege az, hogy középiskolás szinten vesszük fel a kapcsolatot azokkal, akiket érdekel ez a pálya, hogy már a középiskolás éveik alatt el tudjanak kezdeni felkészülni a diplomata pályafutásra, és különböző képzések révén megkapják azokat a fejlesztéseket, azokat a készségfejlesztéseket, amelyek majd szükségesek lesznek a, nem csak a már amikor diplomaták, hanem a diplomáciai akadémiához is. És ennek a programnak egy új kezdeményezése, egy új leágazása, ez a Pályapanoráma program nevű kezdeményezés, ami arról szól, hogy középiskolás diákokat, tanulókat összekötünk olyan vállalatokkal, amelyeknél ők gyakorlati tapasztalatot tudnak szerezni, kvázi mint a duális képzés, de nem, ez nem abban a formában zajlik, mint a klasszikus duális képzés. Ez arról szól, hogy még a munkaerőpiacra ki nem lépett diákok, akik egyébként nem szakmát tanulnak, hanem jellemzően gimnazisták, de persze jöhetnek szakmabeliek is, kapcsolatba lépnek a reálgazdaságnak a szereplőivel, és felvértezik magukat olyan tudással, amit utána tudnak majd az állam szolgálatában is hasznosítani, de persze nem kötelező nekik utána az államhoz inni, nem kötelező a diplomácia akadémiában tovább tanulniuk, bárki jelentkezhet erre a programra, és hogyha úgy döntenek végül, hogy nem a közszolgálat irányába orientálódnak, hanem mások keresik a boldogulásukat, akkor is egy olyan tudással lesznek gazdagabbak, amely tudást ezen program tud nekik nyújtani. És örömmel látom, hogy a program első stációjában itt Nyíregyházán nagy érdeklődésre veszte ezt a kezdeményezést, és sok cég mellett még több diák mutatott érdeklődést. Körülbelül 800 diákot fogadtunk az elmúlt órákban a cégeken keresztül, és ez örvendetes. A Magyar Diplomáciai Akadémia háttérprogramjaként működő Start Akadémia kifejezetten a középiskolásokat célozza meg. Olyan készségeket sajátíthatnak el a fiatalok, amely későbbi tanulmányaik során akár a diplomáciában, vagy a nemzetközi kapcsolatok bármely területén értékes tudás lehet. Kedves nézőink, ma ennyi fért 35 perc című műsorunkba, legközelebb szerdán találkozhatnak ugyanezzel a műsorral, amikor turizmusfejlesztésről, élelmiszerpazarlásról és szakképzésről is szó lesz. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!